Sár, köszönöm nekem. Köszönöm képviselő, meg a Nasszótapát Istvánnak, ami hazánk képviselő csoportjából. Parancsoljon képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés. Bátran kijelenthetjük, hogy több adónemre kiterjedő jelentős mértékű adóemeléseket hajt végre folyamatosan a kormányzat. Legutóbb ezt néhány héttel ezelőtt az országgyűlést teljes mértékben megkerülve rendeleti szabályozás útján tették meg. Ezek után azt állítani, hogy önök a folyamatos adócsökkentések pártján állnak, illetve önök az adócsökkentések kormánya, az legfinomabban szólva is csúsztatás, ferdítés, egy kicsit erősebben és igazabban fogalmazva pedig egy ordas nagy hazugság. Hosszan fejtegethetnénk, hogy miért, hogyan és mennyivel fognak majd többe kerülni a gyógyszerek. Az ágazati különadók áthárítása elé ugyanis semmilyen akadályt nem gördítenek, tehát nagyon jól eladható kommunikáció van, az egyébként igazságos módon kivetett, és ha nem lenne áthárítható fogyasztókra, akkor akár még egyébként teljesen sikeresnek mondható ágazati különadó kérdésköre, de azzal, hogy gyakorlatilag ezt végeredményben a magyar választópolgárok, a magyar emberek, a magyar vállalkozások fizetik meg, nem lehetünk elégedettek. Hát így azért nem sok értem, hogy ezt a hetedik vagy ki tudja, hanyadik bőrt is az emberekről húzzák le, főleg egy ilyen hazai és nemzetközi politikai és gazdasági környezetben, gondolok itt elsősorban a háborúra és a belejáró kockázatokra, illetőleg bizonytalanságokra. Én két kérdéskört emelnék ki, mind a kettő rendkívül múlt csípi a szememet, és ugye lassan első évfordulóját éljük meg annak a gyalázattak, hogy önök egyik napról a másikra beszántották az elmúlt 13 év egyik legsikeresebb, mondhatnám töretlenül sikeres jogintézményét, a Katát, amely hatalmas népszerűségnek örvendett, hiszen végre sör alátéten is elfért az az adóbevallás, ami ehhez kapcsolódott. Jóval többen csatlakoztak hozzá, mint az bármikor is önök megbecsülték, és minden évben jóval több bevételt hozott, mint amit önök előzetesen kalkuláltak. Ez egy igazi, kivételes ritkaságnak számító sikertörténet volt. Önök mégis hétfőről kedre, tavaly június végén vagy július elején beszántották, megszüntették, és minimum kétszeres vagy háromszoros mértékű adót is egyéb köztereket kell fizetni azoknak, akik azóta átálltak az általány adózásra, vagy esetleg még adminisztratívabb, még bonyolultabb, még költségesebb adóformákra tették ezt egy kibontakozó gazdasági válság elején, amikor pontosan az ellenkezőt kellett volna, amikor segíteni kellett volna a menekülőutakat megtalálni az embereknek, és igazából az lett volna legjobb, ha nem csinálnak semmit, ha úgy hagyják a Kata szabályait, ahogy vagy. Annyit azért megtehettek volna, ezt ugye megtették, csak akik benne maradtak, azoknak a száma jelentősen lecsökkent, tehát egy töredékére esett vissza, hogy megemelték a bevételi határt, tehát szélesebbre kellett volna tárni a kapukat, ezeket gyakorlatilag bezárták a katás adózók elől. Kérdezném kormány jelenlévő képviselőjét, hogy önök mit tapasztaltak, hogyan élték meg ezt az elmúlt egyesült tényleg sikeresnek, igazságosnak, korrektnek, jogosnak vélik azt, hogy a legkisebb vállalkozóktól is elvették ezt a maradék lehetőséget, és hogy vajon az a sunyi számítás, ami emögött meghozottam, hogy több pénzt húznak be a vállalkozásoktól, az olyan nem fulladt-e kudarcba, mert az én szerény véleményem szerint, illetve a Mi Hazánk álláspontja szerint ebből a több reirányoló szándékból lett a kevesebb, és a szerényen mértékű katából a kevesebből volt éveken keresztül a több. Tehát itt az arányosság, vagy ez a szófordulat így érvényes, a kevesebb több lett volna, szerintem. Azzal együtt, hogy a fekete gazdaságot is valószínűleg jelentős mértékben táplálták ezzel, hiszen lehet, hogy nem kevesen döntöttek úgy, hogy akkor inkább feketén végzik ezt a tevékenységet, és teljes mértékben indokolatlan volt, hogy csak katás vállalkozó természetes személyi viszonylatban hagyták meg ezt a jogintézményt. Arról már nem is beszélve, ami ugye visszatérő gondolatom, most ugye csak az említés szintjén hozom be ide a vitába, hogy ezt nagyon fontosnak tartották, mert azt gondolják, hogyha majd kétszeres, háromszoros adót fizetnek be az egykori katások, feltéve, hogy mindenki hivatalosan végzi a tevékenységét. Ez nagyon fontos volt. Ettől reméltek néhány 10 milliárd forintot. Az is nagyon fontos önöknek a gazdaság kifehérítése címszó alatt, hogy a legkisebb vállalkozás, már a mikrovállalkozásokon belül is a legkisebb vállalkozói egységek,
vagy egyéni vállalkozók, azok be legyenek lehetőleg kapcsolva a NAV online rendszerébe. Én ezen vita keretei között is megkérdezném, hogy nem éreznek leküzdhetetlen vágyat, késztetést arra esetleg, hogy az online rendszerbe, a NAV online rendszerébe bekössék a kaszinókat, azokat a kaszinókat, amelyek vezető politikusok érdekeltségi körébe is tartoznak. Én tudom, hogy ez egy nagyon komoly akadályozó tényező, de hát hogyha elvárjuk a legkisebbektől is, hogy adófizetéskor a kasszához járuljanak és befizessék az elképesztő adóterheket, akkor miért nem várjuk ezt el azoktól, akik több ezer milliárdot forgatnak egy évben? Még úgy is búsás haszon maradna nekik, még úgy is nagyon vastagon megérnék kaszinót üzemeltetni, miért nincsenek bekötve? Hát nyilván van az illegális vagy fekete pártfinanszírozásnak egy változatlanul nagyon fontos lehetőség, rendszerét vagy feltételeit teremti meg. A másik érdekes kérdés, amit beakadt a szemem a számok vizsgálatakor, az a MOL jelentős, a MOL javára szóló jelentős tehercsökkentések. Természetesen abban a Mi Hazánk mozgalom semmilyen kivetnivalót nem talál, hogyha egy nemzeti olajtársaság, ha ezt annak lehet nevezni, élén a vezérkarral, kap bizonyos állami lehetőséget, hogy az állam legalábbis nem akarja gáncsolni a tevékenységüket. Na, de jelen gazdasági környezetben, amikor azt látjuk, hogy tavaly a üzemanyagársakkal és az extra profit adó ellenére is 628 milliárd forint profitra tett szert a MOL, 280 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek. Mondom, az ársapka és az extra profit adó ellenére is. Akkor a kormányzat miért tartja azt fontosnak, hogy egyrészt a bányajáradék 334 milliárdról 192 milliárdra való csökkentésével, másrészt pedig a különadó nagyon jelentős csökkentésével, az újabb 130-170 milliárd forintos csökkenés. Ezt a kettőt összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy 272 és 312 milliárd forint közötti összeggel fog csökkenni a MOL befizetési kötelezettsége. A bányajáradékot is nagyon jelentős mértékben csökkentették, kedveznek ezzel a MOL-nak, és nagyon jelentős mértékben csökkentik azt az extra profit adót, amely az amerikai Brent és az orosz Ural kőolaj különbözetéből tevődik össze. Mit kapnak ezért mondjuk a magyar autótulajdonosok? Mit kapnak ezért a lakossági vagy a vállalkozói vásárlók? Azt kapják meg, hogy ahogy bejelentették önök, hogy 2024. január 1-től jelentősen emelkedni fog a benzin és a gázolaj jövedéke adója, úgy körülbelül 40 forintos, vagy legalább 40 forintos literenkénti benzin és gázolajár emelkedést helyezett kilátásban MOL. Gyakorlatilag teljes mértékben áthárítják a magyar fogyasztókra. Tehát úgy látszik, hogy az egyik leghálátlanabb társulat a MOL vezetése, mert nem úgy reagálnak ezekre a kedvezményekre, hogy egy normális országban elvárható lenne. Egyik oldalon kapnak egy 270 és 312 milliárd forint közötti tehercsökkentést, kiadáscsökkentést az állami kapcsolataik vagy kormányzati kapcsolataik révén, és ők ebben nem azt a következtetést vonják le, hogy akkor legalább részben benyelik a jövedékadó emelésből eredő esetleges pusztereket, azt is jön, hogy áthárítják a fogyasztókra, a vásárlókra, mintha egy forint csökkentést nem kapnának. Vagy támaszta az állam elvárásokat, vagy a MOL igazából ezt is saját, mint állam az államban, mert gyakorlatilag ez az, eldönti, hogy mennyit akar mondjuk kőolaj és földgáz lelőhelyek fúrására, feltárására fordítani. Tavaly elhangzott egy 40 milliárdos összeg, tehát tavaly azt mondták, hogy 2023-ban 40 milliárd forintot költenek gáz és olaj lelőhelyek feltárására. Az ország egyes pontjain vajától becsésig lehet is hallani, hogy történtek ilyenek, ugye becsésen, ahogy lefúrtak, rögtön találtak is. De aztán elhalkultak ezek a hírek. Nem lehet tudni semmit, hogy a MOL valójában mire készül, és mennyi, mert mondjuk, ha ilyen tehercsökkentést kap, akkor még az állam előírhatná, hogy mondjuk lehetőségeikhez képest szerény 40 milliárd forint ráfordításnak a többszörösét használják arra, hogy a magyar nemzetbiztonságot és nemzetgazdaságot szolgáló módon az önellátás, főleg a földgázból az önellátás arányát minél jelentősebb mértékben növeljék. Ugyanis az éves 10 milliárd köbméteres magyarországi földgáz felhasználásnak jelenleg, ha jól tudom, legfeljebb 15-20%-át tudjuk kielégíteni hazai készletekből. Holott valószínűleg jóval több földgáz lapul
a kiváló magyar föld mélyében. Jóval több. Elég csak a makójárókra gondolni, de nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarok itt bányamérnöki vagy gázmérnöki vitákat folytatni. De az, hogy önök sem tettek semmit annak érdekében, hogy a makói árokban, még hogyha nehéz meg költséges is a kitermelése, a makói árokban az amerikai és vagy kanadai koncerntől a koncesziót visszavásárolják. Egy ilyen helyzetben, amikor az orosz gáztól való függőséget ugye meg kellene szüntetni, amikor az északáramlatot felrobbantják, amikor az ukránok azzal fenyegetőznek, hogy felrobbantanak esetleg más vezetékeket is, és mondjuk a 10 milliárdból csak másfél-két milliárd köbméter, esetleg a Horvátország irányából érkező, vagy max. 3 milliárd köbméter gáz biztosított, akkor önök semmit nem tesznek egy olyan lelőhely visszaszerzése érdekében, akár magyar állami kézbe való visszaszerzése érdekében, ahol senki által nem vitatott módon 600 milliárd köbméter gáz lakozik. 600 milliárd köbméter gáz az Magyarország legalább 60 évi biztonságos ellátását jelenteni. És ez csak a makójárok, még semmilyen irányba egy lépést nem tettünk. Nem beszéltünk a penészleki lelőhelyről, nem beszéltünk a Dél-Dunántúli, a Zalai vagy a Somogyi lelőhelyekről, nem beszéltünk semmi másról. De hát amikor ennyi kedvezményt kapom, hogy fürdik a lehetőségekben, topzódik a lehetőségekben és a kedvezményekben, kap 300 milliárd forint éves tehercsökkentést, akkor talán kötelezettségeket is elő lehetne érni, mert azért én értem, hogy ők erre úgy érzik, hogy nekik ehhez joguk van, de azért ismerjük ezt a hozzáállást, amikor bizonyos közösségek azt hiszik, hogy csak jogaik vannak, kötelezettségeik nem igazán, hogy akkor kötelezettségeik is legyenek. Én értem, ez is egy politikai meg gazdasági határútvonal a mindenkor regnáló kormányzat javára, mindent értek, csak mégis azért itt a kötelezettség oldaláról is jobban meg kellene terhelni ezt a társaságot, mert ha valakik, akkor ők ezt gond nélkül érviselnék. Szó sincs arról, hogy a mi hazánk el akarná lehetetleníteni a módot. Szó sincs arról, nincs ilyen törekvés, nincs ilyen gondolat. De az, hogy ettől jobban a teherviselésre, közteherviselésre lehetne őket kötelezni, abban teljesen biztos vagyok, úgyhogy nagy érdeklődéssel várom a kormány képviselőjének a válaszát. Köszönöm szépen!